Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a Halom Televízión keresztül a kedves tévénézőket, akik így kapcsolódnak bele a Szentmise áldozatba. A Szentmise áldozatot elhunyt Dobos Andrásért és feleségért, Magdolnáért és szüleikért ajánljuk föl. Legyünk tökéletesek, erre kaptunk meghívást a Jóistentől. Igazából ő maga a tökéletesség. Ne szontyolodjunk el, ha nem vagyunk tökéletesek. Nagy baj lenne, hogyha már azt tudnánk mondani, hogy én már tökéletes vagyok. A másik persze nem tökéletes, de én igen. Isten a tökéletes, és őhozzá formálódunk, alakulunk valamennyien. Az ő képmásai vagyunk, és az ő teremtményei, akik kaptunk egy lehetőséget a Jóistentől, egy földi életet, hogy mindinkább az ő szeretetével, az ő jóságával töltekezzünk és alakuljunk az ő képmásaivá. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk, mindenható Istenünk, segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk, akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes harmadik könyvéből. Az Úr így szólt Mózeshez. Szólj Izrael fiai egész közösségéhez, és mondd meg nekik. Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti istenetek szent vagyok. Ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt. Fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bűnében. Ne légy bosszúálló, és ne gyűlölködj néped fiaival. Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ez az Isten igéje.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. Senki se ámítsa önmagát, aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csak ugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt, hiszen írva van, saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket. Továbbá, tárva az Úr előtt az ember gondolata, csupa hiúság annak foglalata. Senki se kérkedjék tehát emberekkel, hisz minden a tiétek, Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők. Minden a tiétek, ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok perbe a gonosszal, szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged, jobb felől, tartsd oda neki a bal orcádat is. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Hallottátok, hogy ezt mondták, szeress föl a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségéteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyi atyátoknak. Aki fölkelti napját, jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind pedig a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek,
mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Ezek az evangélium igéim. Kedves testvérek, három szentírási szakasznak egy-egy kis mondatát szeretném összekapcsolni. Azt mondja Leviták könyvében, Mózes harmadik könyvében a szent író: szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr. Szeresd embertársadat úgy, ahogy magadat. A másik mondat a Szent Pál apostol az első korintusi levelének a harmadik fejezetéből szeretném felolvasni, amikor is azt mondja Pál apostol, hogy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke, vagyis a Szentlélek lakik bennetek. Tehát szeresd fele barátodat úgy, a saját magadat. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok. Isten lelke lakik bennetek. Tehát úgy kell szeretni magunkat, hogy bennünk Isten szent lelke lakik. Ha tetszik, ha nem. A harmadik mondat, amit szeretnék felolvasni, az az evangéliumi szakaszból való, Máté evangéliumának az 5. fejezetének a 48. sorában olvastuk: ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Kedves testvérek, Isten lelke bennünk lakik, ezért, mert az ő képmásai vagyunk, szeretjük önmagunkat, nem azért, mert hogy kiválók vagyunk, azért, mert az Isten előbb szeretett bennünket, és bennünk lakik ő maga. És ebből fakadóan, hogy szeretem önmagamat, vagyis voltaképpen Istent szeretem önmagamban, úgy, hogy arra engem Jézus Krisztus tanított, hát úgy szeretem a másik ember, szeresse a barátodat, mint önmagadat. Ha rosszul szeretem önmagamat, rosszul szeretem a másik embert is. Ismerjük azt a mondást, ugye, hogy tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken, ugye? Hát, hogyha valaki önmagában tetszelegve tündökölni akar, hogy Madács Imre ember tragédiájának a bevezetőjében ugye olvassuk, egyébként nagyon-nagyon aktuális, olvassák el Madács Imre ember tragédiája, ez a kötelező olvasmány most nagyböjt közeledik, többek között azt is olvassák el. Tehát nem nézik, olvassák el. Na, lényeg az, hogy önmagában gyönyörködik. Na hát az az ember, az a közösség, aki önmagában gyönyörködik, önmagát ajnározza, hát az egy bukott társaság. Az is bukott társaság, aki voltaképpen csak magát ostorozza egyfolytában. Állandó elégedetlenségben van. Soha semmiért nem tud és nem mer hálát adni. Boldogtalansággal bünteti magát. Azt hiszi, hogy az a jó keresztény, aki állandóan boldogtalan, savanyú, aki állandóan zord önmagával szemben, a világgal szemben, állandóan elégedetlen, hát ilyen emberrel együtt ilyen kedves öreg, az, hát az nem túlságosan vidám dolga, mint egy epeömlés, vagy a találkozás, ugye? Olyat, hogy fölvidulna az ember, hát kap egy írtó nagy csavart az orrára, hogy már megint. De miért? Azért, mert ki mint él, úgy ítél, ugye, ismét egy mondás, tehát ahogy az ember önmagával bánik, úgy bánik a környezetével is. Tehát nem tudja elfogadni, hogy szereti őt az Isten. Isten lelke bennünk lakik, kedves testvérek, ha tetszik, ha nem. Nem tudunk kibújni a bőrünkből. És pont ez a csodálatos, hogy jó, aki előbb szeretett bennünket, ő akar bennünket formálni, alakítani, nem véletlenül mondom a képmás szót, hogy amikor az Isten megteremtette az embert, saját magá formájává akarta alakítani, teremteni.
Tehát eltorzult az a kép más, az a tükör az összetört, mert az űzsön az rázódult. Isten azonban kicserélte, és megfordította, hogy nem önmagamat nézem, hanem Istenre tekintek, és tükrözöm rá másik ember azt a fényt, amit az Isten rajog én rám. Olyan szép a Zsoltár, amikor azt mondja, hogy sírva-sírva mentek ők is, vitték az új vetés magvait. Ugye nagyon szomorúak voltak, fáradtak voltak, nyűgösek voltak. De most örömújongás közt jönnek és hozzák kévéiket. És nem szabad elfáradni abban, hogy Isten szeretetére rácsodálkozunk, aki nagyon türelmes, végtelenül türelmes, és szeret bennünket. Mi magunkat sokszor utáljuk, gyűlöljük, megvetjük, elégedetlenek vagyunk, és ennek következik a világgal szemben is fortyogunk, és stb. És aztán csodálkozunk azon, hogy igazából nincsenek szép emberi kapcsolataink. Mert nem Istenre épül, hanem egyfajta frusztrációra, egyfajta elégedetlenségre. És azt nézzük, hogy bennem ez a tulajdonság, ez nincs meg, bezzeg, bennem megvan, a csoda vigye el, ugye? Hát nem akarom bántani Istenet az embereket, neki egy jó részét. Küszködünk ugye azzal, hogy diéta, ugye? Jön a nagy bőjt. Múltkor valakivel találkoztam, épp egy ilyen tálból eszegette a salátát, és föltettem a költői kérdés, hogy csak nem diéta, de. És volt már, hogy elégedett volt vele? Nem. Hát mondom, hát akkor ez nem jó, de, mert majd jó lesz. És olyan mérgesen mondta, hát mondom, hát miért haragszik magára ennyire? És hát pedig szereti őt. Hát mindezt az emberekben benne van az, hogy önelfogadás, illetve a környezetem, hogy hogyan fogad el engem. Ha önmagamat állandóan ostorozom, akkor haragudni fogok a környezetemre is, ugye? Irigykedem, bezzeg neki, sikerült. Az én dolgozatom az 3-as lett, az ő 5-ös, hogy ott pukkadjon meg. És nem pedig azt mondjuk, hogy de jó, neked 5-ös lett a dolgozatod. Igaz, hogy mi a ketten ugyanazt írtuk, ugyanonnan puskáztunk, csak így persze, úgy bizonyom. Az enyém az 3-as lett, hát az 5-ös, az igaz, hogy igazságtalanság volt. Nehéz ám ezt megemészteni, én tudom, hogy velem is volt ilyen, hogy rólam puskázta, ő lehet 5-ös, én pedig 3-as. Hát persze, de nem veszem el legalább a kedvét, nem azt mondom, hogy puskázunk Istenben, és ne is ágyúzunk. De ne irigykedjünk, ne féltékenykedjünk, ne haragodjunk, mert ezzel igazából nem tudunk barátokat gyűjteni. Hogyha Isten szeretetét ragyogjuk a másik emberre, legyen az bármilyen, akkor őt, meg egyik szanszunk van arra, hogy megnyerjük. Annyira nem szeretem, amikor különböző fogyatékosságokkal élő embereknek a nyomorúságaival jövünk el, és akkor most mi aztán olyan tökéletesek vagyunk, hogy így, meg úgy, meg amúgy, meg amúgy. A halomtelevízó veszi a misét, úgyhogy finomabban fogalmazok egy kicsikét, de mi keresztények is sokszor beleszünk, hogy hát mi olyan jó keresztények vagyunk, hogy hát ez igaz, az a másik, az a nyomorult, és akkor mi megszervezzük magunknak azt, hogy mi ilyen lyuk, hogy persze azok az a másik, az a... Most ettől meg fog változni? Attól, hogy mi magunkkal hencegünk, a másik az meg fog változni? Barátokat gyűjtünk Krisztusban? Hát a frászt. Csak az ellentét fog nőni. Én nem azt mondom, hogy az értékeket nem utassuk föl. Én nem azt mondom, hogy a bűnre nem mondjuk azt, hogy bűn, de az, hogy egyfolytában mi magunkat tornáztuk föl, hát azért egy kicsit túlzás. Itt van a házasság hete, nagyon szép, gyönyörű. Na de hát könyörgöm, hát hogyha ha csak ezt nézem, hogy ez is mi ez, jó, ilyen szépen él, hát a társadalomnak a nagy része, kedves esérek, teljesen másképpen él. És azt kell mondani, hogy hát én, mi, sehol közünk nincs egymáshoz. És mindig egy ilyen leereszkedő, ilyen, na jó, akkor lehajlok hozzá, te kis hülye, fölkarolak téged, de ez érezzed, hogy én vagyok azért a tuti ember, mert mi közösségünk a legjobb közösség.
Hát az őskeresztények közös világában már ez megvolt, sőt, már ez megvolt igazából Jézus idejében is. Amikor hencegtek, amikor gőgösök voltak, ez alapvető emberi magatartás, nem? Az, hogy én tökéletes akarok lenni Istenben, az nem más, az örömének, a Szent Háromság örömének a kiteljesedése én bennem. És pont ezáltal válik a mi közösségünk életszerűvé, mint már 1168-szor említettem, a rengeteg filmet nem néztem, mindig bosszankodok, mikor mondják nekem, hogy atya, látta ezt a filmet? Nem. Már azt a filmet, az sem. Már a tizedéket mondják, mondom, az sem. Hát atya maga mit néz? Hát mondom, hát én már csak ilyen vagyok. De ha legyetek lyuk, ha tudtukban van benne, azért azt megnéztem. Abban van benne, ugye, hogy Fülüp atya, amikor azt mondja Csiripiszkionak, hogy igen, ez a Szent Háromságnak a szeretet közössége. És kérdezi Csiripiszkion, hogy ez a Szent Háromság szeretet közössége? Mi a Szent Háromság szeretet közössége? És mondja ez a kis csirkefogó, hát de mi az a Szent Háromság szeretet közössége? És ki mondja, ki tudja kívülről, pedig annyit mondtam már, nézzék meg akkor legalább, azt mondja. Hát ugye Fülüp atya elbizonytalanodik, és mit mondasz, hogy a... Hát meg akik itt vagyunk, itt. És mondja a Csiripiszkion, ezek, akik itt fekszenek ebbe a sziklasírba vájt lyukakba, ezek a Szent Háromság szeretett közössége? Ugye? Hát igen, mert aki ide bejön hozzánk, az úgy szeretjük, hogy innen ne akarjon elmenni. És ez tökéletesen ebben benne van. Hát mi nem vagyunk... Isten a Szent Háromság, olyan tökéletes szeretett közösség, hogy csak próbálunk, ugye? Próbálunk kikecveregni magunk is sírjukunkból, és tükrözni azt a szeretetet, amilyet Isten hozott el a mi szívünkbe, lelkünkbe. Egy kis Csiripiszkió nem is megy tovább. Oltalmat és videlmet talál. Kedves esérek, ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes, hogy mennyi atyátok. Emlékszem, kamasz voltam, mikor lementem edzésre a Vasas pályára, Pasaréti úthoz, és az edző elém állított egy már több éve edzésben lévő lányt, és mondja, hogy Mátyás, ő utána fuss. Hát mondtam, hát ez stílus is, hogy a férfiak szaladnak a nők után, hát ez egy kicsit csúnya dolog volt, mert én már vagy 4 éve futott, én nekem vagy az első edzésem volt. És akkor mondom, levetkőzöm egy kicsit ilyen torna, dressz, nem, fogyni kell. Fú, na hát ez mint az agár ment előttem. Hát, és az edző a végén, nem biztos fel fog szídni, mert lekörözött engem. Mátyás, nagyon ügyes voltál, mondom, hát lekörözött, hát 12 kört futott végre, én a 10. kört lelihegtem. Akkor is ügyes voltál. Na, hát ez jó edző volt, ugye? Egy jó edző az nem rugdossa, ugye, a pedagógus, hanem dicséri, segíti. Emlékszem, volt egy osztálytársunk, aki hát a magas ugráshoz gondot okozott, és hát azt a lécet nem lehetett már olyannyira letenni, hogy ő meg ne torpantod, amit az a kis csikó, ugye lehet látni versenyeken, és ez a szegény mindig megtorpant. És az Otto bácsi pedig hát bíztatta, és mondta az Otto bácsi azt, hogy gyerekek, hát nem megy neki, nem baj, lejjebb már nem tudjuk tenni a lécet, de hangosabban tudjuk kiáltani, hogy hajrá, Kornél, és aztán kiáltottuk, hogy hajrá, Kornél, és mondta, mindig nem ment, akkor gyertek oda a léchez, és onnan kiáltottuk, hogy hajrá, Kornél, és hát aztán végül a 10. át tudta ívelni a Kornélkám a 40 centis akadályt, és nagy siker volt, és megtapsoltuk, ugye? De hogyha leóbígattuk, mondta, hogy Konszeg, ő meg 20 centis lécet se tudtam volna átvinni. Kedves esőrek, éppen ezért a közösségünknek olyanakká kell válni, hogy bíztatom a másik embert, segítem a másik embert, mert Isten lelke lakik bennem. És semmi okom és jogom nincs arra, hogy hencegjek, gőgösködjek, hogy mi bezeg ő, ugye? Mi keresztények, bezeg ők, ugye? Mi a jók vagyunk már, bezzeg ők. Kedves esérek,
úgy kell valahogy mellé állni, a másik ember mellé, hogy azt szinte észre se vegye. Mint az Isten kegyelmét önök észreveszik, hogy szereti önöket? Hát nem. Észrevétlenül. Hogy imádkoztuk Pál apostolnál, nem? Pár héttel ezelőtt a lélek halhatatlan sóhajtozásokkal bennünk imádkozik. Ugye? És nem aláz meg. Ahogy a szeretet himnuszban olvasuk, nem gőgösködik, nem felfufalkodott, a rosszat nem rúja fel, ugye, és a tisztatosat, olvassák el. Kedves testvérek, ilyen, szeress fel a barátodat, mint saját magadat. Benned lakik Isten lelke, megmutatja neked Isten igaz képmását, hogy milyenné válhatsz, ő formál, ő alakít téged, így aztán egyre tökéletesebbé válhatok, mint amennyire az én mennyei atyám tökéletes, és így lesz egyre inkább Isten arcúvá a világunk. Amen. Hiszek az egy Istenben. Sőt a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és ember élet. Poncius Pilátus alatt éltünk keresztre feszítették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint. Fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, valóban az egy keresztséget, bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a legfőbb törvény a szeretet. Kérjük mennyi atyánkat, hogy ezt a parancsot minél tökéletesebben valóra tudjuk váltani életünkben. Távolítsd el, Urunk, a széthúzás szellemét híveid köréből, hogy megvalósuljon köztük a szeretet egysége. Kérünk téged, hallgass meg minket. Távolítsd el, Urunk, a világból a gyűlölködést és az ellenségeskedést, hogy a nemzetek békében éljenek egymással. Kérünk téged, hallgass meg minket. Távolítsd el, Urunk, a keresztény családokból az önzést és a kényelem szeretetet, hogy egyetértésben éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Távolítsd el lelkünkből a közömbösséget, hogy embertársainkat is úgy szeressük, mint önmagunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Távolítsd el szívünkből a bosszúállás szellemét, hogy a rosszért is jóval tudjunk fizetni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, add kegyelmedet, hogy az áldozatkész és megbocsátó szeretet gyakorlásában minél tökéletesebben hasonlítsunk te hozzád, Krisztus, ami Urunk által.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérjük Istenünk, és hogy köteles gyermek jódolattal bemutatott áldozatunkat elfogad, és most könyörögve kérünk, hogy amit fönséget dicsőségére felajánlunk, hozza meg nekünk az üdvösséget Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk neked, mert nekünk ajándékoztat fiadat Jézust, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, nem ment el részvét nélkül, semmiféle ínség mellett. Az ő élete és tanítása arra oktat minket, hogy te olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, miként egy édesapa törődik az ő gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, és az angyalokkal és a szentekkel együtt fönséged dicséretét zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, de kiváltképpen most, amikor Szent Fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe össze minket, magyarázza a Szentírást és megtér a kenyeret, miként egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindaltó Istenünk, küldesz szent lelkedet a kenyére és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér, értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy te szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által Szent Fiad átment az új életbe, és föltámadásával lejutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, ki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat, te hozzád mennyei Atyánkhoz.
irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Erősíts meg fiadnak testével és vérével, és az ő képmására újíts meg minket. Add meg Ferenc pápánknak, Antal püspökünknek, hogy megértsék az idők jeleit, és növekedjenek az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosztuk bánatokat és aggodalmaikat, reményeket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre. Mennyei Atyánk, irgalmazz testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, és légy irgalmas minden meghalthoz, akinek hitét csak Te ismerted, támaszod őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj föl minket is országodba, ahol az élet teljességes, az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István és László királyainkkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szenttel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és Isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat, szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kérsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Ima az Isten báránya, ima ki elveszi a világ bűneit, boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Thank you.
Krisztus lelke. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy valóban elnyerhessük az üdvösséget, amelynek zálogát ebben a szentségben magunkhoz vettük, Krisztus, ami Urunk által. Ajánlom önöknek, úgyse találják meg, nagyon Banga Bélának a sajtóapostolsággal kapcsolatos 400 oldalas írását, egyszer kiadták, többször nem, amely például a szabad könyves média gurukról beszél, amely nem csökkent, hanem megerősödött, és így aztán a társadalmunk is kellőképpen deformálódott a információ, torz információknak a hatására. Aki gyerekekkel foglalkozik, emberekkel foglalkozik, az látja azt, hogy az elmúlt 10-20 év során hogyan gyógyósodtunk el egyre inkább. Hát legyetek tökéletesek, miként a ti mennyi atyátok tökéletes, mondja a Szentírásban a Jóisten. Az Úr áldását fogadjuk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében. Yeah.